Na jó. Szóval hello mindenkinek, én vagyok a haszlábú farkas, hogy ezt sajnos nem látjátok, mert nincsen webkamera, mert nincs, nem baj. A lényeg az, hogy meg fogom mutatni, hogy ez a Linux Mintnek a cinnamonja. Ezt nagyon egyszerűen meg tudom mutatni, itt az üdvözlő képernyővel. Itt látjuk középen, hogy a 64 bites cinnamonról beszélünk. Ez a videó arról fog szólni, azért készül, mert az emberek nem tudják, mi az, hogy frissítés. Hogyan kell nekiállni arca, mik azok a szintek, és hogy esély különben is. Úgyhogy megnyitjuk itt a frissítés kezelőt, ami jobb alul van, tartózkodik, mint egy pajzs ikon, és általában egy i betű fogad minket. Na, a frissítés kezelő szintekre osztja a frissítéseket, és az azt jelenti, hogy van az 1-es szint, a 2-es, a 3-as, 4-es, meg az 5-ös. Ezt később el fogom magyarázni, de a legfontosabb talán az, hogy honnan frissítünk. Hogy honnan frissítünk, azt úgy kell kiválasztani, hogy a szoftver forrásokból kiválasztjuk azt a helyet, ahonnan szeretnénk frissíteni, tehát van két tükör szolgálunk, a fő és az alap. Lehetőleg ne Amerikából, illetve az Egyesült Királyságból, hanem igyekezzünk közelebbi országokat kiválasztani, mint például Magyarország. Ebben az esetben szerencsére ez a két ország már is rendelkezésre áll, úgyhogy gyorsítótár frissítésével fixáljuk le ezeket a dolgokat, és már is mehetünk tovább. Az ötféle frissítési szint az azt jelenti, hogy az 1-es szint, a 2-es, az szinte kötelező. Úgyhogy az 1-est már telepítjük is. A rendkívül hosszú rendszergazdai elszavunk után a rendszer szépen megy tovább. Természetesen itt már a letöltési sebesség lényegesen nagyobb, hiszen jó tükör szerverről frissítünk. Így maga a frissítés kezelő is frissítésre került természetesen. Hát itt van sok. 1-es, 2-es, 3-as. Wow. De 3-as után már 4-es, már nincsen bejelölve szerencsére. Szóval ez így helytelen. Ez így abszolút helytelen. Természetesen a beállításokban ezt meg kell változtatni. Itt vannak a szintek. Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, meg az 5-ös. A 3-as nem biztonságos. Azonban mindenképpen látható kellő legyen, mert ha mi úgy döntünk, hogy beteszünk játékot az úgynevezett PPA-s kulcstartóba, amikor a rendszert frissítjük, akkor az ahhoz a játékhoz tartozó frissítés is ide fog kerülni a hármasok közé. Úgyhogy a beállítás helyesen a következő, 1-es és 2-es, jó? A 3-as már olyan nagyon nem fontos. Csak az 1-es és a 2-es kéne, hogy bejelölve legyen, ahogy most itt éppen látszik. A frissítéseket pedig a telepítés gombbal lehet elindítani. Hát igen, van egy csomó olyan dolog, amit magával rántanak a frissítések. Természetesen erre szükség van, hosszú jelszó, és már megy is a frissítés. Amikor a frissítés kész van, akkor a mi rendszerünk napra kész. A letöltési sebesség természetesen lényegesen gyorsabb kell legyen, mint Amerikából, illetve az Egyesült Királyságból történő központi szerverek tovább lassításába. Azért ilyen lassú egyébként a frissítés, mert forgólemezes HDD-vel dolgozunk, nem pedig SSD-vel. Az SSD-re telepítésnél zárójában megjegyezném, hogy a swap-re nagyon figyelni, és utána olvasni, hogy mi az, hogy swap, SWAP, és hogy az mire képes egy SSD esetén. Jó, tehát nagyon nézzünk utána, olvassunk utána, illetve research. Nézzünk utána, hogy mi micsoda. Jó, és amikor ez a frissítés véget ér, akkor a rendszerünk természetesen napra kész, úgyhogy már is nincs miért aggódni, minden rendszer elvileg teljesen hibátlanul működik. Ezek a módszerek mindenféle Linux Mintben ugyanazok, úgyhogy akár a 16-os, 15-ös, a 18-as rendszerekben ugyanúgy helytállóak. Mondjuk jó lenne kicsit belehúzna, pedig lassú a vinyó egy kicsit. De talán nem olyan nagy baj.
Oké. Okay. Ja. A frissítés az általában a frissen telepítés után szokott lenni. Még egy apróságot azért bedobok ide a közösbe, jó? Mihelyest kész van a frissítésünk. Így van. Frissíti a listát, hogy lássuk. Csak hármasok vannak. Tehát a frissítéssel végeztünk. Ki lehet x-elni. Jó. A srácok még azt meg szokták kérdezni, hogy amikor én elkezdek keresni, itt jobb felül a keresőbe, vagy akár itt is, beírok egy keresést, hogy ki az a kicsoda. Beírom a keresést, akkor érdekesen nem a Google-el keres, hanem elsőre az Origóval, és a további keresésekben sem lehet megtalálni a Google-ét. Hogyan lehet ezt betenni? Hát ez egy borzasztó nehéz módszer. Azt tudom javasolni, hogy menjünk a beállításokba. Van nekünk olyan, hogy keresés, és hát itt alul, alig látni, jó, kinagyítom, így, hogy további kereső szolgáltatások felvétele, és itt megkeressük a Google-ét. Természetesen erősen meg van indokolva, hogy miért nincs benne a Google ezekben a kereső engine-ekben, de későbbig hozzá lehet tenni. És nekünk, kicsit jó fölnagyítom, hogy lássuk, itt van a Google-nek a logója, reklámozót keresők, commercial engines, és itt a Google. Ezt rányomunk erre, Google a Linux mintbe. És itt fölül hozzáadás. Ennyi. Kész. Innentől kezdve már is hozzá van adva a Google a keresési szolgáltatásához. Az alapértelmezett kereső szolgáltatásnak bejelöljük a Google-t, és kész. Innentől kezdve már ki az a kicsoda. Már a Google-re keres. Jó? Remélem segítettem, úgyhogy azok a srácok, akik ebbe elakadtak, azok ennyivel előrébb vannak.